Emelkedtek a lakóingatlanok árai az országban, egyénként mintegy 13%-kal, Pécset mintegy 11%-kal, erről készített felmérést a KSH és az MNB. Megkérdeztük a pécsi ingatlanost, aki azt mondta, valóban drágultak a lakások az elmúlt egy évben a Baranyai megyeszékhelyen is, főleg a keresettebb környékeken. Vegyük az Egyetemváros és a Jurisics Miklós utcai környéket a használt lakásoknál. A felújítás az körülbelül egy 4 millió forintba kerül, és körülbelül egy 470-500 ezer forintos négyzetméteres árban van. Tehát, hogyha mondjuk így körülbelül egy ilyen 63 négyzetméteres lakásról beszélünk, akkor 30 millió forint az értéke. Ez az egyetem környéki panellakásokra érvényes, amelyekre a legnagyobb a kereslet. Az új építésű lakások még drágábbak. Az új építésű lakásoknál körülbelül 801 millió forint a négyzetméteres ár, és hát ugye az építési vállalkozók a Viszmajorra hivatkozva nem tudják pontosan megmondani, hogy a befejezés az mennyivel fog kerülni, hiszen az építés, az anyagok azért nagyon megemelkedtek. Az építőanyagok drágulásáról már korábban beszámoltunk. Ez húzza fel az árakat, illetve a befejezést is hátráltatja, hiszen a beszerzés több időbe kerül. De az egyetem környékén maradva az újszerű 2-3 éve épült lakások sem olcsók. Mintegy 700-750 ezer forintot kérnek értük négyzetméterenként.